A második percben a Lombard végezhet el szabadrugást, Frizzoni mutatja a figurát. Kesztyűs az, aki elfejli a labdát, de rövidre sikeredik a felszabadítás. Nagy Tamás lő, Molnár véd, majd takarítanak a védők. Ezt nem sikerült erőből elfejelni, ez a lövés sem volt tökéletes, és aztán sikerül menteni ott az utolsó pillanatokban. A hetedik percben Haraszti Zsolt végzi el a szögletet, ott az óriási lehetőség Gévai fejjel. A gólvonalon álló Alexander Rangelovics vágta ki aztán a labdát a mezőnybe. Helyzet a túloldalon a 11. percben. Szeje lövését védi Molnár. 18. perc. Ügyes összjáték ott a túloldalon. Hárman is figyelnek a labdás emberre. Vági vissza oda 16-os előterébe. Gyönyörű lövés. Kecskés. 0-1. Ez az első gólja ebben a szezonban. Nem állítgatja, hanem ahogy jön jobbal, bevarja oda a léc alá. 30. perc, Szluká végzi el a szögletet, és Szeje találja a keresztlécet. Nagyon rosszul mozdult ki a kapujából Molnár Péter. Emlékezzünk vissza, Frizzoni szabadrugásánál is kilépett, aztán visszatáncolt. Akkor és most is szerencséje volt. Szabadrugás a túloldalon, Haraszti végzi el, és beakadt. 0-2. A második félidő első percében Haraszti indít, könyves kerül zicserbe, de nem találja a kaput. 49. perc. Barta iramodik meg a bal oldalon. Barta. Ügyes ütempassz, Szűcs jön, és nagyot véd. Bertus fejezte be az akciót. Megnézhetjük még egyszer. Bertus jön ott keresztbe, és Szűcs hárít lábbal. 61. perc. Szluká végzi el a szabadrugást. Szeje kapásból. 64. perc, Barta, vissza oda Szabóhoz, Szabó benéz középre, vagy ügyesen teszi vissza, ott a lehetőség, Szűcs véd, kijön a labda, Vági pedig bepattintja a harmadikat. 0-3, másodszor lő gólt ebben a szezonban Vági András. 72. perc, Szabó beadására, jól érkezik Balázs. Kis Tamás. Hán kapja a jobb oldalon, Stíber vele szemben, ügyesen húzogat, ott hagyja az ellenfelét Hán, és azt sem zavarta meg, hogy kissé kisodródik. Ő szerzi a Paks negyedik gólját. A 65. percben Könyvest váltotta. Ez az első gólja Hán Jánosnak az NB1-ben. 86. perc, Schmidt Máté bead, és aztán Popin fejezi be. Nem jön össze a gól a Lombard pápának, 91. perc. Szűcs megfogja, odadobja Csizmadiának, felfelé vezeti a labdát, közben lekapcsolják a villanyokat, Iványi le is fújja a meccset, kiesett a pápa.